Az előző részben jól startoltunk a JÜT kampánnyal, ebben a részben pedig úgy gondoltam, hogy ideje lenne terjeszkedni. Kézenfekvő volt, hogy Angulus miatt Fríziát foglaljuk tovább, majd esetleg a dánokat intézzük el végre, de a mai első kör után a burgundiaiak hadat üzentek. Mellékesen megemlítem, hogy történt egy polgárháború is, de nem mondanám, hogy bármit elért volna. A következő körben Burgundia teljes seregével megtámadott, amit igazából csak a legnagyobb jószívűséggel lehet seregnek nevezni. Angulusról azt kell tudni, hogy egyébként egy nagyon jó helyen van, az ellenség nem tudja megkerülni, ráadásul a város maga a játék egyik legjobban védhető erődjével rendelkezik. Így pedig nem is volt kérdés a csata kimenetele. A taktika pedig a következő. Lángyások a résekbe, távolsági egységek a falakra. Gondolom ez most nagyon sok mindenkit meglepett. Így egyébként egy többszörös túlerővel szemben is meg lehet védeni a várost. Ezen a pályán az ellenfél két oldalról tud bemenni az erődbe, de az egyik oldalon el lehet torlaszolni barikáddal. Ha sikerül megvédeni a barikádot, akkor csak egy fronton kell közelharcot folytatnod az ellenséggel. Amennyiben fölénybe kerülsz, egyszerűen le tudod bontani a barikádot és hátba tudod támadni az ellenfél másik seregét. A csatát minimális veszteségekkel megnyertem, és Burgundia serege szinte teljesen megsemmisült. Itt volt a lehetőség arra, hogy elpusztítsak még egy népcsoportot. A második, kisebb seregemmel és a flottámmal lehajóztam Rugionba, és könnyen elfoglaltam azt. A főseregemmel megindultam a fővárosuk felé, és útközben feltakarítottam a mocskot. Igazából a fővárosért folyó csatát is átugorhattam volna, mert egyértelmű a győzelem, de szerettem volna minél kevesebb veszteséggel megúszni. Szóval ez a csata a klasszikus lőtszarrá az ellenséget, amíg azok nem mozognak, csak állnak egy helyben nevű taktikán alapult, amit sajnos a Total War játékokban elég könnyen lehet alkalmazni a gépi ellenfelek ellen, mert hogyha nincs rá okuk, nem fognak kijönni a városból, nyugodtan megvárják, amíg szarrá lövöd őket. Tudom, hogy ez nem a legszebb taktika, és el tudom képzelni, mit gondoltok, de hogyha azt nézzük, hogy a gépi ellenfelnek mennyi előnye van ebben a játékban, én nekem nincs lelkiismeret furdalásom. Így pedig egy újabb népet eltávolítottunk, ismételten minimális veszteségekkel. A következő körben sajnos hadat üzentek nekem a dánok. Ebben nincs semmi furcsa, ez igazából várható volt, csak reménykedtem abban, hogy talán egy kicsit később fognak megtámadni, de mindegy, most már ezzel kell együtt élni. Különben is minden félelmem elszállt abban a pillanatban, amikor az összes létező városom helyett úgy döntöttek, hogy Angulust támadják meg. Itt egyébként egy egész jó kis helyőrséget állítottam föl néhány zsoldossal, úgyhogy nem féltem az elkövetkezendő csatától. Jó tanács, ne rohamozz meg szemtől szembe egy falangszot, mert jó eséllyel le fognak szúrni. A csata egyébként egy totális kudarc volt az ellenfélnek, az egyetlen dolog, amit bántam, hogy nem volt lovasságom, amivel legázoljam a menekülőket. A tábornokuk halála után ugyanis több mint 1000 katona kezdett el azonnal megtörni. És hát ez lett a végeredmény. Érdemes megnézni ezeket a statisztikákat. A pikásokat sajnos felőrölték, de szépen helytálltak ettől függetlenül, és sikerült az ellenség seregének a nagy részét elpusztítani, szóval ezek a barmok tökéletes alkalmat adtak arra, hogy őket is eltávolítsam a földszínéről. A helyőrséggel kijöttem Angulusból, hogy eltakarítsam a maradékot a támadó seregükből, egy másik seregem és a flottám segítségével pedig elfoglaltam a városukat. A következő körben elintéztem a maradék seregüket is, így a kezdő provinciát teljesen megszereztem. Angulusban már a második nép bicskája tört bele. Két népet teljesen kiirtottam ennek a városnak köszönhetően. Jó tanács, ne támadjátok meg Angulust. Mindeközben a Rugi nevű törzs ostrom alá vette a nemrég megszerzett burgundi fővárost, de a főseregemmel visszavertük őket. Ekkor már elég régóta játszottam a játékkal egyhuzamban, ezért nem játszottam le a csatát manuálisan. Lehetőségem nyílt arra, hogy elfoglaljam a Rugi fővárost, aminek a nevét most inkább nem kísérlem meg kimondani, ezzel pedig egy újabb néppel lett kevesebb a térképen. Szóval most már elég jól állunk, két teljes provinciánk van, amik városait véglegessé lehet tenni. A terv az, hogy a fővárosban nagyrészt csak kulturális épületeket fogok építeni, ugyanis a legtöbb városban kikötő van, ami rengeteg élelmet fog biztosítani. Az élelem pedig szükséges a kulturális épületekhez. Ezen kívül kelleni fog egy, de lehet, hogy mindkét kisebb városba egy kút, a maradék szabad helyeken pedig farmokat kell építeni, ugyanis ezeknek a provinciáknak a termőképessége elég gyatra, és a kikötők sem fognak elég élelmet termelni a későbbiekben. A legfontosabb épület, amit most mindenképpen fel akarok építeni, az a vének csarnoka, ugyanis ezzel gyorsabban lehet az újabb technológiákat kikutatni, és hozzájutatunk a berserker egységekhez, amik elég hasznosak lesznek.
Végezetül egy kérdés. Szeretnétek-e még több olyan szegmest ezekbe a videókba, ahol magáról a kampányról van szó, tehát a gazdaságról, a politikáról és a diplomáciáról, vagy koncentráljak inkább a csatákra? A helyzet az, hogy csatákból egyre kevesebb lesz valószínűleg, amit érdemes bemutatni. Ebben a részben sem voltak igazából olyan nagyon látványos csaták szerintem. Legközelebbi célnak Frízia megszerzését tűztem ki. Meglátjuk, hogy rá tudjuk-e venni a szászokat és a frankokat, hogy maguktól támadják meg Anguluszt. Köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, sziasztok!